Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor be az és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt az űrszekerek, a Parallaxis Univerzum Star Trek podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az űrszekerek, a Parallax és Univerzum Star Trek podcastjének első adása a mikrofonnál Horváth Adam Tamás. Kupidó napon hazánkban is elstartolt a kisébb Bénácska nevű Sky Show Time, rajta egy új Star Trek sorozattal, a különös új világok a körkelőtti időkben az Enterprise csillaghajó fedélzeté játszódik. Mai műsorunkban viszonylag spoilermentesen igyekszünk megvitatni a már magyar szinkronnal is elérhető első évadot Kassa Magdival, akinek volt dolgozni a Paramount Plus sorozatának magyar változatán is. Szia Magdi! Sziasztok! És Kő Gergővel, aki egyebek mellett a Star Trek rajzfilm sorozat magyar szinkronjának rendezője. Szia Gergő! Hello, sziasztok! No hát, ahogy említettem és igyekszünk spoilermentesen beszélgetni a mai műsorban erről a sorozatról. Nagyon izgalmas, mindenképpen érdemes megnézni, de szeretnénk azoknak is egy kis ízelítő szolgálni ebből a fantasztikus sorozatból, akik esetleg nem kaptak rá a Discovery-re, nem kaptak rá mondjuk a Picardra, és egy kicsit mondjuk óckodnak ettől a sorozattól, pedig azt gondolom, hogy nincs rá okuk, mert aki a klasszikus, úgymond klasszikus Star a tng a Deep Space Nine-on és a voyager ön nőtt fel, az biztosan, hogy megtalálja a számítását a Strange New Worlds-ben is, de kezdjük, kezdjük, a, a fő karakterrel, mert hogy kapunk egy új kapitányt, aki ett egy régi új kapitány tulajdonképpen, és vele kapcsolatban szeretném kezdeni ezt a beszélgetést, hogy szerintetek Pike az Körk vagy Picard inkább, mert közvetlen a legénységhez főzéseket tart egyfajta Janeway is egyben, de Archerből is van benne jócskán, és láttuk már ugyan pike a Tozban, és a Kelvin filmek első két részében is szerepelt, de ott azért nem kapott a karaktere olyan nagy mélységet, mint, mint amire, most, amire most lehetőség nyílik a a Strange Universe-be, úgyhogy mit gondoltok most, hogy van lehetőség mélyebb karakterábrázolásba belemenni? Milyen irányba tolták el Pike karakterjegyét és személyiségét a korábbi, úgymond klasszikus Star Trek kapitányokhoz képest? Szerintem nagyon emberi kapitány. Tehát ő az a fajta főnök, aki, aki közvetlen azért az embereivel. Tehát, hogyha most mondtad a kapitányokat, hogy Pikár az egy kicsit azért távolságtartó, tehát ő, ő nála van egy ilyen... Főnöki távolságtartás. Egy, egy tartás, mondjuk így akkor, tehát igen, van benne egy ilyen, ilyen dolog. A körk az, az, az aki mindenbe beleugrik, és elsőként megy a küldetésekre, és, és aztán ilyen mindenhol elől megy. Szerintem Pike az inkább... És itt van ugye Janeway, Janeway-t is mondtam, mert szerintem ott is van vannak hasonló jegyek, ha már Bár itt egyébként nekem Cisco jutott eszembe a főzésről. Nekem őt, idézte föl ez a a, 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 a paprikás csirke. A paprikás csirke. Igen, tehát azért ő szeretett igazán főzni. Kiből mennyi van, vagy sikerült esetleg egy új ö, fajta kapitányt létrehozni, vagy, vagy és most nem rosszból, de hogy egy kicsit össze van szemezgetve azért a, a, a klasszikus kapitányokból, vagy csak nekem tűnik így, hogy egyszerre Picard, egyszerre Kirk, egyszerre Janeway? Nem, nem, nem szerintem nem. Szerintem önálló ö, személyisége van, és az már csak azért is biztos, mert ugye említetted, hogy a Discovery-ben megjelent egy évadig. És olyan szinten volt szimpatikus a, a, a figura, meg a, meg a karakter, hogy a rajongók követelték ki, hogy legyen neki egy önálló sorozata. Úgyhogy annak köszönhetjük ezt a sorozatot, hogy hogy, hogy egy, egy annyira jó személyisége van a, a Pike-nak. És ugye másik az, hogy Pike, mint karakter, meg jelent már korábban is. Ugye a, a, az eredeti sorozatnak a pilot epizódjában is benne volt, illetve hát a, a Kelvin idővonalon is ott volt. Már ott már az idős pályk volt. De hogy ennyire kifejteni a karakterét, az, az most volt először, és már a Discovery-ben is sokkal jobban kifejtették a karakterét. És most hát lehetőséget kapott arra, hogy hát ő lett a, itt a kapitány. Tehát itt, itt aztán, hogyha ha megvalósul az, ami a Star Trek-nél, mindig ugye a sorozatoknál várjuk, hogy 7 évad legyen mert az valami olyan szerencsés szám, hogyha a hét év addig kitart egy sorozat, hogyha ez így lesz, akkor sokkal többet kapunk a, ebből a pályákból, és hát nagyon szeretjük Enson Mantot. Szerintem egy nagyon-nagyon jó színész. A eredeti Kirk az egy, az, ahogy mondtátok, mindenbe beleúrik, mindenbe belemegy, és, 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 és hogy hívják, és vehemens, és pu. Mm. Na erre kaptunk egy visszafogott, egy igazi úriember pikárdot, ugye? egy nagyon úri embert, aki az az igazi régi vágás, hogy többször is előbb, több részben is benne vannak azok a régi igazi hajós kapitányok, hogy ő a főnök, ő mondja meg, ő viszi vására de mindenki odáll, mindenki tiszteli, mindenki becsül, tehát mindenki nem közvetlen vele. Utána kaptunk egy Archer kapitány, most a James V. az szerintem inkább a Picard felé hajaz. Igen? Szerintem, uh, igen. szerintem a Picard felé ha az inkább, mert neki is van egy távolságtartása, ugye, ugye, hogy most azt nem mondom azt, hogy mert nő, mert ez nem jön elő, ahogy hívják be, hanem az az igazi kapitány, akit mindenki tisztel, felnéz rá, és hogy inkább a pikát hozom. De, van ő, de ő egy tyúkanyó, tyúkanyó figura. Muszáj, hogy itt Ön, egy picit időzzünk el, itt egy picit. Igen, már... de ha így veszük, akkor mindegyik, csak ugye most, most az, hogy egy női karakter, de én szerintem még mindig a van közelebb. Úgy gondolod, a hogy Janeway, Janeway nem, a Janeway nem lenne ugyanaz a Janeway, akit megismertünk, hanem olyan szituációba kerül, hogy tulajdonképpen egy 150 fős legénységgel egy viszonylag kicsi, de modern hajón, Uh -huh. 70, 70 évre ő kerül a, a földtől, tehát hogy, hogy az ő személyiségében az, az nyilván az addig mi nem ismert személyisége, mert ugye csak, mi csak onnan mm -hmm. látjuk őt, hogy, hogy a voyager szerepel, szóval, hogy esetleg ő, őt ez, ez tette inkább tyúkanyóvá, inkább egy ilyen anyafigurává mindenki számára? Igen, igen de a sorozatban viszont tehát nem, nem, lesz az a, hiába vannak 70 évig, nem tudom, eddig összezárva sokáig messze, hogyha mégse lesz az a nagyon családi és mindenki haver, mindenki, hogy hívják, hanem a hierarchia az megmarad. A flotta, a kapitány, az első tiszt. Ezek megmaradnak a, a szerintem a klasszikus Voyager-nél. Most a Deep Space nine most én őt nem keverném bele, a Cisco-t, viszont ugye erre kapunk egy Archer kapitányt, aki, aki aztán tényleg az aztán, a igazi közvetlen, kapunk egy karakterfejlődést ott is, de ő viszont szerintem átesik a ló másik oldalára a karaktere, hogy nagyon, nagyon közel kerül ugye az első tíz, a főgépészhez, a, a mindenkihez, is, ő, ő, tényleg nagyon közel kerül. Az az igazi, azt is jól adták, mert az első csillaghajó, aki kijutott, és, és, és igen, ott, na, ott, alakul ki egy nagyon családias. És szerintem, akik megtervezte a pályknak a, a karakterét, az nagyon ügyesen így belőtte a kettő közé. Tehát, hogy nem olyan vehemes, mint a, a Körk, nem olyan közvetlen, mint az Árcsár, de mégis egy kapitányi tisztelet, de nem az a nagyon brutál, mint a Pikárnál. Meg ugye van egy ilyen vicces karaktere neki, egy beszólásai neki. Nekem kicsit olyan érzésem van, mint hogyha a, akárki is állította össze a karakterét a pályknak, ő, ő, ő végignézte az összes kapitányt, hogy viselkednek, és ebből kiszedte a legjobbakat szerintem. <laughs> és egy nagyon szerethető karakter, ügyesen összegyúlta. Tehát itt, itt nagyon, nagyon, nagyon nagy, szerintem nagyon ki kell emelni azt, aki megtervezte és megírta a, a, a karakterét, és, és, behozta, és ez végigérződik a, a sorozaton. Szerintem, szerintem, szerintem ez egy nagyon jól eltalált karakter, aki az előző Star Trek kapitányokból lett úgymond felépítve. Vannak gyengeségei ugyanúgy is, de de szerintem nagyon ügyesen összerakták a karaktert. Van egy fajta olyan lazassága, ami egyébként Pikárban mm. nincsen, tehát ő például anélkül, hogy most így spoilereznék, de ő neki vannak olyan, hogy elkezd bohóckodni a hídon, mm. amit azért Pikár sosem engedne meg magának, hogy ilyet csináljon. De közben azért van neki egy ilyen nagyon kapitányi tartása szintén, tehát, hogy nem annyira laza, tehát laza is, mert a lazaság az például, ne, ugye Pikernek van a, az a tipikus mondata, amikor el akar, vagy elindulnak, hogy engage, amit ugye indulásnak fordítottak magyarul. És a, a Pike-nak ugyanilyen mondása van, ő azt mondja, hogy hit itt, Nyomás. Ami ugye körülbelül olyasmi, igen, de olyasmi lehetne fordítani, ha szó szerint fordítanánk, akkor ilyen. Csapjunk oda. Hát igen, ez a lépjen a gázba, vagy nem tudom, szóval most ciu -ciu. Egy ilyen... Furán hangzik, és például amikor a fordításról volt szó, akkor ez, ezen elidőztünk a fordítóban, ugye olyan szót kellett rá találni, ami két uh, szótavos, és benne uh, és, és 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 egy kicsit uh, a és de, de azért, hogy egy valami a jellemző mondat legyen. És viccelődtem vele, hogy mondtam, hogy legyen az, hogy tipli, mert hogy az két is de hát nyilván ez csak vicc volt. És akkor a, a mondtam, hogy a nyomás és mondta a fordított, nagyon jó, a nyomás az jó, és mondta, hogy ha hallod majd, amikor mondja a, a szinkronban a, a kapitány, hogy nyomás magyarul, akkor tudjad, hogy ez a te mondatod. Úgyhogy én minden egyes ilyen mondatnál így kihúzom magam, hogy ez miatt a magyar de, ha már itt a kapitányokat kezdtük összehasonlítani akkor talán nem szabad a szó nélkül hagyni, hogy azért itt más idők járnak tehát ugye azért még Picard, Janeway és a Cisco azért nagyjából egy egyszerre van, évek, évek telnek csak el ott e -e. tulajdonképpen. A Star Trek idővonalán addig mi ugye a Körk kapitánysága előtt vagyunk, és hát azért még Körk idejében is nagyon más idők jártak a csillagflottába, hogy itt az első évadban az er elsődleges irányelv megszületését is tulajdonképpen láthatjuk, vagy nyomon követhetjük, amit hát azért még utána sem annyira tart be, vagy nem vesz annyira szigorúan önmagára nézve pályk. Hát körk sem. <gül> <gül> hát nem. <laughs> Jó, maradjunk még a karaktereknél, mert hogy van még egy izgalmas karakterünk, Én ugye Mr. Spock, sok természetesen, de hogy Mr. Spock, hát Mr. Spock mindig izgalmas, mert Mr. Spock az, akit akkor is tudunk, hogy Star Trek, ha életünkben nem láttunk Star trek és egy kő alatt éltünk. sokkal jobban és mélyebben látjuk őt kifejtve, mint akár a, Discovery-ben lehetőség nyúlt, de én... Isvételd meg, azt mondtad, hogy lehetőség nyúlt. Nyílt, Aha, nem baj. Köszi, köszi. Szóval, hogy lehetőség nyílt. Lehet, hogy a nyúl, mert azoknak füle vannak, füle, őnek is füle, hát nem tudhatjuk. Szóval, hogy lehetőség nyílt bemutatni, és valahogy nekem az az érzésem, hogy még annál is többet láthatok Spockból, mint amennyit az egész Star Trek idővonalon ever láttam belőle. Tehát, hogy itt tényleg mélységében a karakternek olyan oldalait is láthatjuk, ami, amivel még egyelőre nem találkoztunk, vagy eddig nem találkoztunk. Igen, én, én egyébként a, a, már a Discovery-ben is, jó, nek, mindig meg kell szoknom, amikor új Spock színész van. Annyira Leonel Nimoyhoz kötődik ez a karakter, hogy e, tényleg nehéz volt nekem még az els, elsőre a Kevin idővonalon is megszakni Zachary Quinto-t, bár egyébként ő egy nagyon-nagyon jó választás volt. Tehát amikor először meghallottam, hogy Zachary Quinto játsz a Spockot, akkor az, úristen, hát ezt kitalálta ki, mert annyira jó. És jó, nagyon jól alakítja. Nagyon jó volt, igen. igen. Pedig igen. Ő, ő sem olyan spokot alakított, mint amilyen a Leonard Nimoy spokja, mert ugye sokkal érzelmesebb spokot hoztak ott össze. De akkor is nagyon jó volt. És Itun Peck és... Ö, ugye Gregory Pecknek. Gregory Peck unokája, unoka? igen. Unokája, igen. Igen, igen, igen. igen. Ő pedig ö, ugye egy, egy előzmény spok, tehát még, még inkább nem az a kiforrott spok, akit mi is megismertünk. Tehát ő neki még, még vannak olyan dolgai, de én, én azt érzem itt, hogy ahogy halad az idő, és ahogy egyre többet játsz a spokhoz, szerintem egyre jobban így beleéli magát. Egyrészt beleéli magát, másrészt egyre jobban kifejti ezt a karaktert, és, és éli szerintem. Tehát én nekem most a, a Discovery-ben még voltak olyan, pontok, amikor még úgy nem éreztem át a, ezt a spokod, de most, hát szerintem a, a Strange New Worlds-ben tökéletes. Hát minden, problé amik problémák felmerülnek, meg tehát ahogy megoldja, szerintem nekem, nekem nagyon az már hozza azt a Leonard Nimoy féle Spock karaktert. Nyilván még itt, szint, mondom, még, még alakítja, tehát hogy hogy fog odáig eljutni, hogy olyan lesz, legyen majd, mint az a fajta Spock. Ugye a Spock ugye karakter fejlődésében ugye benne van a szerelem is, elég csúnya én a Kelvin érát azt úgy, én ezt most úgy félretenném. Tehát most a, most a Strange New World-nek a tekintetében, mert ugye a Strange New World visszakanyarodott az erre a Kelvin, ez egy, egy, párhuzamos időség vonal, ott a Zachary tényleg hatalmasat alkotott a tehát ahogy a, a, Karl eszik egymást végig, tehát az, Urbán ő, nem is tudom, csak úgy halkan zárójelbe teszem, nem tudom, ha előkerül itten Dr. McCoy, ki fogja játszani, de Hát rohadtul fel van adva neki a lecke, már bocsánat, mert az eredeti is, meg a Károly Urbános verzió is irgalmatlanul nagyon jó, nekem a legkedvenceim az összesek közül. Azt leszámítva, hogy az eredeti a Scotty a kedvencem, de ezt, hogy aki, aki esetleg már hallott engem, az tudja, meg a klingolok, de mindegy, ez másik történet, és... Ja, ugye a spoknál ebbe a karakterbe, ugye itt is előkerül egy ilyen előtörténet. Én kicsit olyan érzésem van, mint hogy a, amit a Magdi is mondott, hogy felvezetik az eredeti spokra. Uh -huh. hogy, 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 hogy alakult. Később ugye benne van a, a hogy hívják és a szerelem is, benne van minden, tehát vulkáni szerelem természetesen a maga módján. Azt tetszik benne, mert nekem a Kelvin szerelem az egy picit olyan furcsa, tehát nekem az olyan, olyan nagyon furcsa. A semmiből jön, nem? Igen, és ez, itt egy ilyen vulkános. Tehát a maga, hogy hívják, maga a, szerelem, ahogy a két karakter játsza, ugye a Spock meg a, hogy hívják, vele fölírtam pedig. Tipping. 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 Tipping, köszönöm szépen, tipping. Az a vulkános. Tehát, 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 nem emberi, nem klingon, nem, hogy vulkános, vulkános szerelem, vulkános karakter, vulkán ez az egész egy ilyen, tehát az ember érzi, hogy, hogy én szerintem. Kelvin vonalon, ez érdekes, és egyetértek, de a Kelvin vonalon ugye van egy olyan jelenet az első részben, amikor az úrát nem az enterprise ra osztják be, és oda megy a Spockhoz, és azt mondja, hogy de én az Enterprise-on vagyok. Tehát lehet, hogy egyébként van valamiféle, ott is valami múltja annak a dolognak, de valóban én is azt gondolom, hogy az ott kb. a semmiből jön. A, nekem a Torsban például az egyik kedvenc részem az Émok ami, a, ami pont a Spock és Deep Ring, az úgy ott, a, hát a, a, akkor ismerjük meg ja, az, az a a eredeti vonalon, igen, akkor ismerjük meg az eredeti vonalon a, a, a tipringet, tehát, hogy akkor derül ki mindenki számára, mert ugye bejelentkezik, és mondják, hogy ki ez, és akkor a Spock meg ilyen lazán közül, hogy a feleségem, és akkor így mindenki így, úristen, hát nős, és, és akkor így akkor ismerjük meg tipringet, és az eredetiben mondjuk egy, hát egy elég számító karakter, de nekem az egyik kedvencem, tehát én, nekem nagyon tetszik az a karakter, mert hogy írtó okos, és nagyon, tehát Mi? hogy konkrétan majdnem sikerül neki ott átvernie mindenkit, tehát hogy hogyan éri el a célját, aztán végül is a, hát nem is tudom, a... Hát, tulajdonképpen a, a McCoy az, aki megoldja ott a helyzetet. McCoy emberiben gondolkodik, és azt a vulkáni ugye nem tudja követni, és és akkor végül is azzal oldódik meg az a helyzet. De mindegy is csak az, hogy ott már megjelenik ez a tipring karakter, és azt kell mondjam, hogy mivel én nagyon szeretem ezt a részt, ez az új tipring, és azt mondom, ez is zseniális. Tehát nagyon-nagyon jó karaktert hoztak, és nagyon okos ez a karakter is, és nagyon vulkáni, és nagyon vulkániasan gondolkodik, és nagyon jól megvan ez is írva és viszont én nekem az, ami így kicsit furcsa, de én, én, én elég nyitott vagyok a Star Trekben, mert én, én mindig úgy vagyok vele, hogy persze, hozzanak valami újat, tehát nem lehet mindig abból kiindulni, hogy minden úgy legyen, ahogy a régi volt. Most egy kicsit a Strange New World azért új dolgokat is behoz, hiába előzmény történetet csinál, tulajdonképpen egy kicsit remékeli, újra gondolja ezeket a karaktereket, és újra gondolja a karakterek viszonyait úgy, hogy egyébként megtartja a karakterek közti viszonyt, csak egy kicsit a történetét írja át ennek a dolognak, mert ugye Spock és Tipring karaktere valószínűleg ilyet nem csinálta az eredeti sorozatban, mint amit a Strange New Worlds-ben nincsen spok és csepölnővér között ilyen típusú viszony, mint amilyen a Strange New Worlds-ben, de érzelmileg megvan ez a viszony a torsban, csak ugyanúgy, ahogy mondott, hogy nincsen megmagyarázva, ott sem volt megmagyarázva, hogy miért van annyira belásva a cseppölnövér, de egyébként itt egy sokkal jobb cseppöl, hát sokkal jobb, ú, ezért me megdobálnak a tósrajónok, de a cseppölnövér az eredeti sorozatban egy vagány cseppölnövért hoztak, de az eredeti sorozatban a cseppölnövér egy ilyen szende. Mint az összes nő, aki a, 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 a tosban, aki ugyan nagyon szende volt, de a a külsőleg szexualitása volt a dolognak, igen. mert azért a 60-as, 70-es éveket írtuk, tehát meg hát azért ott emberiről tudjuk, amit tudunk, de... de Mitől úgy... se hiszem, hogy egy ilyen szendenő volt, mint amilyet ott játszott a Csepőnővérként. És őt hát ugye, a azt mondják, Roxana hogy Troy... Hát igen, sokkal közelebb állt a karakteréhez, igen, a Lakszánatrój, mm. akit direkt ráírtak, tehát ezért biztos, hogy már fiatalon se volt azért olyan típusú, mint a Csepőnővére de hogy ez a csepölnövér, tehát ha most szerintem Major Beret látná ezt a sorozatot, akkor azt mondja, hogy ú, uh, ezt a csepölnövért én is szívesen eljátszanám. De Csepölnövér mm. nagyon-nagyon jó Izzalmas. ebben a sorozatban, egy igen, egy Igen. nagyon izgalmas női karaktert. Ő raktak raktak az Igen. a szereplő egy kicsit, de szerintem azért annál sokkal jobban megírva, mint az ilyen, és nem akarok konkrétan nem tudok nevesíteni, de mint az ilyen NCIS, CSI -S, ilyen sorozatokban van egy ember, van egy csaj, aki ül a számítógép mögött, ö, okos, kicsit vagány, kicsit a fizimiskája is olyan nem megszokott, és közben azért ott nagyon okos. Egy picit, ő is ilyen karakter. Tehát, hogy a modern, Igen. és nagyon egyetértek veled, a modern időkre tudták nagyon-nagyon precízen patika mérlegen kivérni, hogy, a, hogy, mennyi fér bele a Star Trek világába abból, ami ma egy Star Treknek lennie, kell, és ezt most sok időzőjelben mondom, mert ez azt gondolom inkább az ősrajongóknak fajta hozzáállása, de amit mondjuk úgy mondom, hogy amit mi szívesen nézünk, ami, ami úgy, úgy, úgy Star Trek. mert hogy a téma, amit most be akarok hozni, az az, hogy, hogy azért ebben, ebben az első évadban a fantasztikusan klasszikus Star Trek történeteket kapunk. Így van. Tehát, hogy, hogy nincsenek rimékek, szerencsére nem nincs az az érzése az embernek, hogy ú, uh, ezt már azért láttam itt, meg ezt már láttam ott, hanem, hanem új dolgokat kapunk. Némileg persze van, hogy kiszámíthatóan történnek ezek a dolgok, mint ahogy a régi klasszikus epizódikus startekben is, de mégis roppantul szórakoztatóan találták meg az egyensúlyt. Mit gondoltok és, erről? És nem, nem erőltetik újra. Tehát az, hogy olyan karaktereket hoznak be folyamatosan, hogy a, a tipringnek a karaktere a Csepölnövér, a Sibok, tehát ezek ugye mind visszaköszönnek a régiek közül. Csepölnővére egy zárójeles kis mondat, a tas egyik részében konkrétan szerelmes a spokba, hogy akkor kapja meg ezeket a kristályokat ahogy hívják. Nem csak tol. akkor szerelmes. Tudom, végig szerelmes. Végig benne, szerelmes így az ott, egész tasban. Így, így, így van így van, ott is ezért ráerőltetnek, rá, ráerősítenek ebbe egy picit erre. Nekem is nagyon tetszett különben a Csepöl növér karakter, de ez, hogy, hogy nagyon, nagyon ügyesen összekötik ugye a, a, az eredeti sorozatba felbukkanó, meg a ugye általában felbukkanó karakterek, és tégis is, nekem olyan apró dolgok tetszettek, engem akkor vettek meg 5 kilóra a sorozattal, amikor először beúszott az Enterprise, ahogy hívják a képbe. Végre nem egy új Enterprise kaptunk. Egy nem egy újat hanem a, tos, a, de a tosos Enterprise-t kaptuk. Előbb a is, hogy hívják, a kis villogó, kis nem pedig újra dizájnolták az egészet, hogy az a halál, amikor 84-szer meg dizájnolják szerencsétlen Enterprise-t. Nem, visszanyúltak a tosos Enterprise-hoz, és szinte nem azt mondom, hogy száz százalékig, de ilyen finom apróságokkal, hogy annyira ügyesen visszahozták, a hátulja is olyan, tényleg, és, és, és nagyon, de angen, akkor vettek meg. Meg król, a híd, amikor... meg ah, ami, nagy... ami igen. Megint, megint nagyon jól kimérve a balanszt, nagyon jól van, egy új Így modern van. változatát látjuk, de nem azt, Mégis amit a régen. Kelvin idővonalon, amilyen van, ami egy nagyon csillivillió, ott valami robot, beldugva a fejébe, valami ott átsingol, nem is értem, hogy azok kicsodák. Tehát hogy jó, az oké okay, más, de hogy igen, egyetértek. Igen, és, 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 ez nekem, ez, ezzel nagyon tudom, meg tudtak venni kilóra, amit te is mondasz, hogy mindegyik egy úgymond összefüggő valamilyen szinten, de nem, nem, nem olyan folyamatos, mint a Discovery, meg a, a, többi ilyen új sorozat, mint az Enterprise, hát az enterprise egy kicsit azért voltak független epizódok, de, nem, de ott is nagyon össze volt fűzve az egész. Itt, itt, meg te, itt is van egy háttérszál a háttérbe, ugye előkerülnek, ugye akkor beszéljünk a fő ellenségekről, akik ugye megjelennek, először nem jelennek, először csak megjelenjük, ugye maguk a gornok, ugye előkerülnek, ahogy hívják be, ebbe az egész sorozatba, és, és itt viszont nekem egy pici, pici csalódottság volt, mert nem is azt vártam, hogy a a, 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 körköt lezúzó gumibaba kerüljön elő, de... Sokkal vadabb, horrorisztikusabb gornt lát. Hát közelebb, közelebb vannak mm. az alienhez, mint ahogy a gornokhoz. Szerintem pöpec. Öh, öh, pöpec. És, 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 tegyük, tegyük most hozzá, amit muszáj vagyok elmondani, hogy szerintem a Gorn esetében az ugyanolyan, mint a, a borg, hogy azt egyes számba kéne használni Na, a, a szinkronnában. Bor. Itt kacsingatok. Szerintem, tehát, hogy az agorn, és a, és a borg a borg. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy borgok, meg, hogy Gornok, az nekem személyesen olyan picit olyan nem olyan jó. Tehát, hogy szerintem az ilyen. A gorn. Igen, igen. igen a szóval gorn a Gorn. Jelenik. Picit, picit. Van még egy dolog, amiről majd esetleg, ha előkerül, akkor a karakter, akkor majd beszélek róla, hogy még egy dolog, ami, ami nekem nem az én, én szájamizem szerint alakult, és szerintem nem nem úgy alakítottak egy karaktert a, a, én az tudom, egész sorozatban. Szerint, szerintem szerintem ugyanarról beszélünk. Nem. Nem? a körk. Nekem nem tetszik körk nem. Nekem, uh, nekem uhura. Úrát nem is lehet, hogy túl sok úgy érzed, hogy ahhoz képest, amit megismertünk Nisel az úrájaként, ahhoz képest a mostani, az egy kicsit olyan, mint a, 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 a Tilly a, a Discovery-ben, holott valójában csak, 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 nem arról van szó, hogy nem volt igazán jól kifejtve úra karaktere a tozban, mert hogy csak oda volt rakva, hogy ott legyen egy fekete nő, egy afroamerikai nő, a hídon legyen szexi, meg nyilván történtek ott, a, 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 amikről mi nem tudunk, esetleg mások is a háttérbe, de mielőtt ezt kifejtenéd és válaszolnak egy rövid szünetet tartunk, de utána azonnal folytatjuk. Légy részese tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépve az univerzum színes világába, és légy a támogatónk patreon.com/parallax is. Ez az, igazad van, tehát ez, ez, benne van tényleg. Az Uhura tényleg, csak elnézést, nem azt mondom, hogy biodészlet volt a tosba, de, de nekem valahogy az összes karakter közül a gornok kinézete, meg az úrának a karaktere volt az, amelyik, amelyikkel nem nagyon tudtam, ugye az a, a, spokkal igen, tehát mindenkinek így akarok, még a körkével is tudtam azonosulni, mert ő az a vehemencia ott van benne, tehát az, 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 a körkös vehemencia az benne van. Úrának a karakterével valamiért, még szeretem az úr a karakterét, és, és ővel, ővel vagy nem tudtam azonosulni, úgy nem azonosulni, hogy valahogy nekem, nekem, úgy nem feküdt ez a fajta, hogy egy picit úgy túltolták, én szerintem a túltolták a vergődést, ezt, hogy csillagflotta, nem csillagflotta, csillagflotta, nem csillagflotta, nem akarok jönni, ne, ne, ne. nekem egy picit így túltolták szerintem az ő karakterét ilyen oldalról, nem rossz, nem rossz, szerintem a karakter nagyon jó, tehát maga a színésznő, ahogy ütják. csak én, 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 úgy érzem, hogy például, hogy a Spock-nál eltalálták, a, meg a Pike-nál eltalálták a karaktert nagyon jól, ön, egy kicsit így idegen, meg mondom nekem, a gornok inkább él ilyenek, mint gornok, tehát én egy kicsit, kicsit, kicsit visszafogottabbra tettem volna őket, de ettől függetlenül én, én azokat is, azokat is, azt is, tehát az egész így, így összességében ezek ilyen apró pici olyan nüanszi dolgok, ami, ami, amit szerintem simán el elnéz az ember ennek a sorozatnak, én legalábbis elnézem neki, inkább úgy mondom, tehát, mert szerintem az összességében viszont nagyon-nagyon klasszikus lett. Nekem, nekem nem szavaró egyébként. Nekem úr a karaktere kifejezetten tetszik. Az is, hogy jobban ki van fejtve ebben a sorozatban, mint, mint korábban. És, és az, hogy vergődik, az még kifejezetten tetszik is, mert a Nikolsz ugyanezeket végigjárta, amikor a, a Star Trekben szerepelt. Ő állandóan ki akart lépni a sorozatból. Pont azért, mert nem volt elég szerepe. És hogy állandóan csak ennyit csinált, hogy jelentett a kapitánynak a hídon, és ő, és ő a is vergődött A tosban kiderült egyáltalán az, ami a Kelvin vonalon, és most a Strange New Worlds-ben is egyértelműen kiderül, hogy ő egy ilyen, mint, mint a Szató Zászlós az Enix Enterprise-on, hogy egy ilyen nagyon okos, nagyon penge nyelvész. Tehát, hogy. A, a, mert hogy ugye van az a vicc, hogy, hogy az úr, aki, tele, aki az ültelefont kezelte a, az Enterprise hígyán, és, és azért ez nagyon sokáig nem is csak úgy volt, hogy nem igazán értettem az ő. Hát nem az összerepét. Úrán, én szerintem eredetileg nem annyira. Vették ezt, hogy ő ennyire nyelvész lenne. Én azért gondolom, mert a Star Trek hadban van az a jelent, amikor a klingonokkal kell beszélniük, és fordító nélkül, és ott ö, úgy szótározzák neki össze, hogy meg tudjon szólalni klingonul. És azt is ilyen, nem is érti sokszor, hogy mit válaszolnak neki, meg ilyesmit. Tehát, hogy nem, nem annyira ilyen nyelv és zseni, mint amennyire itt, és, és amennyire a, a idő van. Inkább olyan, mint a Kelvin idővonal hatott volna erre a Zuhura karakterre ennyiből, mm. hogy, hogy ez így tetszett nekik, hogy hú, hát akkor legyen mm. ilyen, mert hogy ez legyen egy ilyen jellegzetesség ennek a karakternek, és ez így jót is tesz neki. Szerintem ez jó, mert valamivel ki tud tűnni a, a legénységből, hogy, hogy neki ez a tehetsége, és, és, és ezért is értékelik az, az, az ő munkáját. Meg amúgy is, Tehát egyébként szerintem egy nagyon szimpatikus nő. Hát az más típusú, hogyha most összehasonlítjuk mondjuk a, a Kelvin idővonalos úrát ezzel az órával. hát Én. nyilván egy, ne, egyáltalán nem is hasonlítanak nem egymásra. Tehát, hogy ő nem, ő, ő még ez a ez a kezdő tiszt. Ő hát jobban ilyen... hasonlít az eredetire jobban hasonlít. Lehet, 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 én. Igen, igen, Viszont az órával kapcsolatban egy nagyon érdekes, ismét bocsánat, visszakanyarodok a kedvencemhez a tashoz. Ö, ott több részben is eléggé nagy fontos szerepeket szárnak az órára. Igaz, hogy rajzfilm, meg tudom, hogy a Nikoszt nem, ez nem, nem vigasztalja, nem vigasztalta akkor sem, viszont ott ö, kimondottan több epizódban is ö, ö, határozott és, 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 és nagyon fontos ö, karakter volt több részben is, amikor ugye eltévednek a spokkal, meg a Zuluval, pontosabban elrabolják, hogy a kizintikkel találkoznak, meg amikor a szirénes részben... Csávkapitány vagyok! úgy, a kap, igen, csávkapitány, ugye? Én voltam, csávkapitány. igen. Kapitány. <laughs> és, 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 érdekes, hogy ott, ott, sokkal, sokkal több ilyen, 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 ilyen központi jelenet játszódik a be a rajzfilmbe. Sokkal többet írtak rá az uhurára. Ilyen oldalról. Úgyhogy ez, ez nekem így tetszett. De mondom, én azt én mondom, hogy ez, ez az úr, ami mindig közelebb áll, mint a kell. Én a Kelvin mindjárt az mondom, teljesen különben, mert, mert az. Egy, az egy vagány óra, egy de ott, ott, Igen, ott, ott az ő, ha, ha csak a világukba képzeljük magunkat, ugye ott mivel a, a Kelvin felrobbantásával alapvetően megváltozott az idővonaluk, tehát már ők így is nőttek föl, az a generáció, ki tudja, hogy amúgy milyen más hatást, Iza, hatások Iza. érték őket, hogy más karakterekké váltak lényegében, vagy részint, mint az mondjuk az eredeti idővonal. De jó. szerintem baromi jó, hogy egyébként az úra, aki egy ismert karakter, nem túlságosan használt karakter a Star Trek világában, tehát a, uh -huh. ha kell Star Trekben, akkor, akkor Spock, meg Kirk, meg ilyeneket, meg Pike, hát látjuk, uh, uh -huh. ilyeneket hozunk vissza, de mégis uh, uh, egy ismert és azért szeretett karakter, és most mögé raktak egy, uh, egy olyan uh, hátteret, ami ami igazán izgalmassá tudja őt tenni. Igen, ennek nagyon örülök. Nekem Kirk uh, karakterem, tehát ők, a Kirk bátyja az jó, meg az egy jó poén, hogy uh, vagy amikor Körkről beszélnek először, azt hiszed, hogy a Jim Körkről van szó, és közben, amikor tehát így kiderül ugye, hogy a bátyáról van szó, aki egyébként ugye volt a tósban, és ott nem volt kifejtett karakter, egyébként ezt a Strange New elég jól kezeli, hogy elővesz olyan karaktereket, amiket a tósban ilyen, ilyen kis beugró karakterek voltak, és akkor most így ad nekik teret. A Möbenga is ilyen, a doktor Möbenga, aki szintén egy ilyen, hát csak így megjelent karakter volt, és most így, így, jól ki is van fejtve az ő személyisége, meg adtak hozzá egy csomó mindent. Bassza, meg semmit nem tudok a Star Hallod nekem? Ezek, ezek felbukkantak már a Star Trek Igen. világában? Igen. Hát én ezt nem tudtam, basszus, tényleg meg kéne néznem a tost. Igen, benne volt. És viszont nekem a Jim Kör karaktere, Azért nem tetszik nekem. Uh, bocsánat, hogy mindig visszatérek a Kelvinhez, de azért térek vissza a Kelvinhez, mert az is a, a, toshoz nyúlt vissza. És muszáj összehasonlítanom, hogy mennyire jól sikerült például a Körk figuráját a Chris Pine nak eltalálnia, és annyira jó benne volt a Körknek az a vehemenciája, a csajozása, a minden. Én ebben az új Körkben tudom, hogy még csak nagyon kevés teret adtak neki, de ránézésre sem igazán az a fajta típusú pasi, aki, akit én körtnek elképzelek. Bár hozzáteszem, hogy Enson mellett játszani egy vonzó pasit, akire így a csajok, azért ez nehéz, és ő egy fiatal színész, aki nyilván most a Jim játsza, az Enson ment az azért egy érett fickó, tehát hogy lehet, hogy ő hozzá képest nem tudta hozni ezt a fajta karaktert, és lehet, hogy később, hogyha teret kap, akkor, akkor be fogja tudni hozni, de én nekem még ő az, aki nem. nem. És ez, 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 nekem lényeges, hogy körk az jó legyen. Tehát, hogy nekem ő nem tetszett annyira. Az összes többi karakterrel én totál elégedett vagyok, sőt. Tehát, hogy nekem, nekem jók a, 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 ezek a kifejtések. A gornokra azért én is visszatérnék. A Nekem jó a gornok. Nekem jó így gornok. Na, a a gornak nekem olyanok, ugye az eredeti sorozatban ott vicces, tehát ugye mai napig azt mondják, hogy a, a, a világ legszerencsétlenebb jelenete, mikor a kör küzd a górnál, és a számtalan szó kifigurázták, és rengeteg mém született olyan reklám is született, amikor a William Shatner már idősen, üle egy kanapén egy gornal, és videójátékoznak, igen. és egymást csépelik hát, a videojátékban. És hát, nagyon, jó nagyon jó. aranyos az a reklám, tehát, hogy még ő maga is kifigurázta ezt a jelentet. De nem volt De... ez komolytalannak számva akkor, tehát, hogy azért nem, a, a, a torsban a gorn nem, nem, nem. az ugyanilyen nagyon kemény gonosz kellett volna lennie, fa, csak az igen. a baj, szerintem ez még annak idején is nevetséges máni hogy ilyen gumi Hát akkor, volt hát akkor az Hát akkor Godzilla és hogy... egy zöld gumi ember volt. Igen, Kár és hát egyébként meg nem segített azon a jeleneten Bill -nek a színészi játéka sem. Tehát, hogy azért valljunk be hogy... a tozban, és a, nyilván ez ilyen kor kornak a szelleme, korszellem, de hogy azért a, a, a teatrális túljátszás, azért az a TOSZ, az iskola például. De az akkoriban már. az, az, így Épp olyan, De. mint az, hogy most azt beszéljük, hogy a, a csepölnővér most mennyire mai korhoz szabott, az, meg, az a csepölnővér még ahhoz a korhoz volt szabott, a 60-as évekbeli Jogos. nő, nő típus nő idához, volt, nem hoz. tudom. Nő hát, hogy ezzel nincsen gond, hát de, de az olyan, hogy az tényleg kicsit vicces, akárhogy is nézzük, és hogy ezt már azért a gond, azt már megpróbálták egy kicsit rehabilitálni, ugye az Enterprise sorozatban, és ott is már egy sokkal félelmetesebb gond látunk. És itt meg aztán végképp, tehát itt tényleg egy ilyen alien ribéket láttunk belőle. Ami nekem nem tetszik a gondnal kapcsolatban, az, hogy a gond elvileg tudnak űrhajókat vezetni. Hát de hogy? Tehát, hogy így ránézel, és látod, hogy ez ilyen eszetlen, ilyen hüllőszerű, nem tudom micsoda. De várjatok, várjatok, mert, 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 mert én rajta de kifejlett gorn, az volt benne? Nem volt, ezek ilyen gyerekkornak voltak. De mm. hogy gyerekként ilyen teljesen... De hogy lesznek intelligensek? Tehát, Miért? miért egy gyerek-gyerek az el értem, csak hogy lesz belőle intelligens, mert ugye ő, hmm. Amikor megszületnek, akkor egymást megeszik, és az utolsó lesz az, az aki életben marad. Hát? tehát, hogy így nekem ez ilyen... Tehát, a, hol vannak de a gorniskolák, ahol fölnőnek és ne, tanulnak, nekem vagy, vagy... Ne, Nekem ez a része, ez oké volt, mert azt mondtam, hogy olyan gonosz, tehát a gonoszságát akartak ezek kifejezni. Na jó, de hogy lesz belőle intelligens Azt az majd kifejtik egy új Star trek sor, a Star Trek Gorz sorozatban. Tehát, hogy... De, de jó, mindegy, nekem ez ilyen nehéz De jogos, elképzelni. jogos. Jogos. jogos meg hogy így, hogy nevelkednek. Teh, egyébként, hogy szaporodnak a gornok, hogyha, tehát mindig gazdatesttel szaporodnak a gornok, mint az évjelnek, mm. akkor amúgy, hogy, tehát, tehát, hogy, hogy, néz ki a gornfaj, hogy épül föl, hogy van belőlük egy társadalom, hogy lesz, hogy lesznek hogy olyanok, akik a építenek a egy, egy, űrhajót, és akkor elindulnak. Hogy, van, hogy lesz egy, mit még gornból mérnök? Hogy lesz belőle kapitány? Tehát úgy, hogy egyébként egymást megeszik, tehát, hogy érted? Tehát, hogy hogy lesz egy, egy, egy önpusztító fiatal egyedből egy össze, össze tartó szociális lény, mert egyébként különben hogy vezetnének űrhajóz, meg hogyan építenének társadalmat. Nem lehet, hogy egy kicsit ez olyan sztori. Tényleg, Lukas, az történet, de mondjuk csak nincs még betönve nekünk, meg hát lehet, a Star Trek lehet. világának. Oh, mert mondjuk lehet úgy, mint a, a Csillagapó Atlantisban a lidércek, akik, akik között vannak az okos lidércek, a kis őszhajó, hosszúhajó izék, zabagépek, meg, a, meg az ilyen harcosok, akiknek így a fején van egy ilyen maszk, és akkor azok tudjuk, egy pár epizódban kiderül, hogy ők, ha nem, nem kerülnek a, a, a mentális irányítása alá a hívjuk most normálidérceknek normálidércek irányítása alá, akkor ők csak ilyen vadállatok tulajdonképpen egy ösztönlények ez esetleg valami ilyesmi a magyarázat az az esetleg a, a gornál is lehet de nekem például nagyon tetszett a hajó, hajójuknak a megvalósítása annak a mozgása a egészen, tehát ugye elhittem, hogy itt most végre egy olyan idegen fajt kapok a a Star Trek világában, akitől tényleg tudok félni, mert hogy nem tudtam félni mondjuk, hát mondjatok példákat, mondjuk én nem tudtam félni az alapítóktól, ne, ott az az öreg asszony, már ott vedd lett a bőre, de még mindig izért a Deep Space Nine-on, a, a, nem tudtam félni a borgtól, igazából, mert amikor bemutatták a TNG-ben akkor azért uh -huh. még elég nevetséges volt kinézetre, amikor már eljutottunk a Voyager-be, ahol már szerintem jobban néztek ki a, a Borg gok, ott már, ott viszont már, hát már annyi minden történt, annyiszor legyőztük őket, hogy már nem, tehát a kapcsolatfelvétel óta már nem hiszem, hogy nagyon félni kéne olyan értelemben a, a bortól, ahogy azt mondjuk velünk éreztetik az alkotók. Itt meg mondjuk tényleg kapunk egy olyan fajt, akik, akik úgy isten igazából gonoszak. Tehát ami, ami a Star Trek világában ezeknek az embereknek, akik azért alapvetően jó emberek, és a, a jóság van előtérbe, azok nem is nagyon tudnak mit kezdeni ezzel a ezzel a helyzettel, hogy ezek ennyire ok nélkül gonoszak, nincs látható ok a gonoszságukra. Így van. Ez, szerintem ez egy nagyon jó ilyen következtetés ott meg így nekem nekem is tetszik, és szerintem nagyon-nagyon nyitva hagyták a gornokat. Ők lesznek a fő ellenségek szerintem a következő évadokba. Biztos, hogy őket kell valahogy egy picit lezúzni, mert most nagyon-nagyon erősnek tűnnek, és ugye ez a tosba nem így vissza. Ott is erősek, mert mindenhol csak ennyire azért nem köszön vissza. Lehetséges, bár egyébként a, a klingonok sem tudjuk, hogy itt milyenek lesznek a strange new Annyi, hogy amit hozzátenni. Az hát, remélem, nem ugye Hozzátennék azért, amit mondasz Ádám, hogy a Borg nem félelmetes, de tudod, miért nem félelmetes, mert mi már annyira ismerjük a borgot kívülről belülről, és még egy borg csajt is raktak már az egyik sorozatban. Jogos. A, akit nem, lehet nem szeretni. A, hát igen. Hetes, <laughs> szóval most hetes. már vonzóvá is tették a borgot, nem csak, hogy, hogy rehabilitálták. Hát Jerry Ryan, jöjjön és asszimiláljon engem. Követelem. Tehát, hogy, hogy azért, de az elején én úgy gondolom, hogy rohadtul félelmetes volt a borg. Tehát, hmm. Mert, mert nem tudtak elne igazán védekezni, és, és és félelmetes volt elgondolni azt, hogy a borg bárkiből ilyen, ilyen zombit, zombit csinál. csinál. Igen, Aha. és ez azért na azért nem szeretne senki. Mert meghalni is rossz, de hmm. hogy még zombivá váljon utána, az még rosszabb talán. Igen, az er eredeti tosba az igaz ilyen gonosz karakterek, azok szerintem nem is olyan gonoszak voltak. Tehát hogy régen bejöttek a klingonokat, azt ugye jöttek a romulánok. De ez mind, mind egy értelmes, intelligens faj volt, aki a politika. Hogyha ugye ott van a rajz, kizintik, akik ilyen hasonlóan, hogy hívják ilyen, nem is olyan, de, de nem is nem olyan, mint a borg, de, de ők is egy ilyen nagyon erőszakos faj. Hát most már nem egy faj, aki félelmetes, hanem bizonyos részekben vannak olyan lények, vagy nem tudom, akik félelmetesek azért. Tehát most akárhogy is jó ez a 60-as évek, és más volt a ott, ott is a, most a gonosz ideális más volt, de mondjuk, ha belegondoltuk, már az a sószörny is elég félelmetes volt, aki. de hogy voltak azért félelmetes lények, csak azok nem ilyen epizódokon keresztül húzódó mert ugye a, a, a klingonokkal, meg a romulánokkal inkább ilyen politikai harcok mentek, vagy ilyen... Én, komplet birodalom volt. Igen, ilyen. igen, tehát, hogy, mert ott az hossz, hosszabban kifejtett ö, ellentét volt, szóval az, az más. Vészesen. E, hát... Nem tudom, de most ez tényleg félelmetes, csak én nekem egy kicsit logikátlan, és ezt így jó. Akkor várom, hogy ez kifejtsék, hogy a gorn az, az, hogy nő föl, és hogyan lesz belőle gorn társadalom. És azt is szeretném, hogy most... a körkből csinálnának egy tényleg ilyen csajozós, belevaló srácot most. Neveljék föl ezt a második évadra, olyanra, amire én gondolom. És akkor minden rendben van. Amúgy nekem a, a Strange New Words visszatérve az epizódikusságára, az például nekem nagyon bejön, hogy végre visszatértek az epizódikus történetmesélésre, oh. ami igazán a Star a jellemzője. És még az is, az is tetszik, mert mondhatjuk azt, hogy az eredeti. Rajongóknak szánják, de nem csak az eredeti rajongóknak szánják ezt a sorozatot. Ez kifejezetten az új rajongóknak szánják, hogy ismerjék meg azt a Star et annélkül, hogy meg kelljen nekik nézni előtte 900 részt. Hogy ezt nyugodtan kezdhetik az első résztől, úgy, hogy azt se tudják, hogy a Discovery-ben már szerepelt a pályán, nem érdekes, mert nincs igazán olyan összefüggés. erős összefüggés, hogy ebből hogy ne értsék hát, a történetet. Sétvával. <laughs> de hogy, és közben meg megkapják a, a, Star Trek feelinget, tehát, hogy, mert a Discovery-ből pont azt hiányolták, hogy nem olyan a felépítése, nem Star trek -es. na ez ez nagyon Star trek -es, a Strange New Ilyen. World, az olyan, mint a régi Star trek -ek. de közben nekem nagyon sokszor visszajön a a, a hangulata, nyilván azt is akarták, de hogy, hogy például ez is, hogy van egy olyan epizód, ami tisztára meseszerű, az tisztára olyan, mintha bármelyik tos epizód lenne. Egyébként de nekem az is tetszett, Zene, ez vicces volt, hogy csináltak egy ilyen epizódot. A Pike, fantasztikus, Enzo az, 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 a rész, az, az mindenkinek és, szívből és ajánlom. hogy és a volt Ezt története. a meseszerű részt Miért? rögtön követi ez, a, ez az alienes rész. Tehát hogy ez is egy tosra jellemző volt, hogy egy ilyen, egy olyan rész, és, és ilyen, tehát, hogy, hogy váltogatták nyugodtan a, a műfajt, uh -huh. hogy drámai, vidám, félelmetes, hát, ha, ha bármikor a tartunk ha tartunk, szerintem nem, nem akarom leszpoilerezni, szerintem az egész Star Trek egyik legkeményebb része az a hatodik rész. És, és most a keményet a kedves hallgatók nem úgy értsék, hogy hogy hívják, hogy vérfürdős, meg ráf meg hogy hívják, hogy fröcsögött, meg uva, Érzelmileg nagyon kemény a rész. Nagyon hát kemény. Azért volt szerintem. Volt. Nagyon jó. Tehát igazi Star trek de, 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 de nagyon. Engem az a rész fogott meg a legjobban ilyen oldalról, mert szerintem az a legjobb. Most nem, Sokan elküldenek a show hogy most a hatodik része, jövök, mert van 55, végig kell nézni, de, de én, én nekem például, például ez, ez, az, ez az érzelmi hullám, hogy ti is mondjátok, hogy egy vidám, egy, hogy hívják, egy durva rész, és, és nekem, nekem ez így nagyon bejött, és mondom, az tényleg nagyon nagyon ott van. Egyetértek, és még az epizódokon belül is jellemző az, hogy, hogy ami a Star trek mindig jellemző volt, vagy a klasszikus érában feltétlenül jellemző volt, hogy még a leg nyomasztóbb sztorikat is a végén feloldották valami kis, emlékszünk mondjuk jártasa jár halálára a TNG-ből, mindig, mindig próbálták azért egy kicsit kicsit feloldani, és ez, és ez ebben is működik. Miatt vége, véget érne az Ott adás... nem, a hatosban nem. Ja, Oké, okay, rendben, de azért nagy átlagban, mert azért ezt csak általánosságban <laughs> Igen. lehet mondani. A, így a műsor legvége fele azért beszélünk még a magyar szinkronról ez sokakat elriaszt hogy most követve a kommenteket az elmúlt időszakban azért ö, ö, sok, sok negatívat is lehetett olvasni, nyilván ezek a fotelhuszár ö, hozzáállások ez a belesen nézek, de, de én már tudom, hogy Bozsó Péter borzasztó enson Mount lesz szerintem nem az nem gondoltam, hogy, hogy működni fog ennyire, megmondom őszintén. Én szeretem Bozsó Péter hangját, tehát itt most nem a, nem a színészekről van szó, hanem csak mint hang és mint megszólaló, uh -huh. de én azt gondoltam, mielőtt még a szinkronra ö, került volna a sor vagy a szinkronnak a kiosztására, én azt gondoltam, hogy ő inkább, hát mondjuk egy jakapcsolát, mint Archer, vagy egy, vagy egy kőszegi ákost fog inkább, egy nyugodtabb, egy, egy mélyebb ö, karakterisztikájú hangot fog kapni, ö, nem ennyire hogy mondjam ezt ilyen, hát Bozsó Tomaszos. Péter. Igen, a, Stan, Stan más hangját érted a Star Parkból, szóval, hogy ilyen, azt hiszem a Stan a, Bozsó Péter, szóval, hogy, 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 ez meglepő volt, de működik, és működik egyébként a, a, magyar hang kiosztás, még ha esetleg furának is hat először. Nyilván annak mindenképp fura, aki ezt a sorozatot angolul látta. Már mondjuk megnézte. Hát, a nagyon fiatalos hangja van Bozsó Péternek, bár én megnéztem őszintén. Most már nem, Fiatal, hogy fiatal, Péter. Egy idős, egy idős enszom Manta, mind a ketten 49 évesek, és, 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 ehhez képest Bozsó Péternek tényleg sokkal fiatalosabb hangja van. De az elsőnek így meglepett engem is, mert én is angolul néztem meg először, de aztán így, így, tud, én nagyon gyorsan így átváltottam, hogy így, igen, tök jó. De lehet, nem is, Magdi, így jó nem, aztán. nem, Magdi, ne erről beszéljünk, ne haragudj, mert van egy sokkal fontosabb dolog, hát hallani téged benne, az meg tömegezni. Hát hallom a hangot. A gergőt is. Hallom, a Gergőt nem ismertem föl, ne haragudj, az úgy nem, nem tűnt oh. föl. De hát Magdi, téged, téged hallani lehakítottak. benne. Lehakítottak, akkor lehakítottak, lehakítottak. elnézést kérek, de hát Magdi, hát nem tudom, többször, hát fölkiáltottam, mondom, a páromnak bazd meg ez a Magdi. Szóval, hogy, hogy, hogy erről, erről egy kicsit beszélgessünk, hogy amellett lehet, hogy dolgoztál a magyar változatnak a Star startrekkesítésén, szerintem fogalmazhatunk így. Tehát, mm -hmm. hogy nekem már ez sokszor mentem, ugye, mint a gorn és a gornok, nekem ugyanígy a, a térsebesség az számomra nagyon kelvin, és én azt térváltásnak szeretem hallani. De egyébként egy nagyon jó Trek-es minőségű Trek szinkron készült hozzá, de emellett nektek lehetőségetek volt még benne tömegezni, ugye a tömegezés, aki esetleg nem jártas szinkronba, az nagyjából az, amikor, hát régen ez úgy zajlott, most már gondolom külön-külön raknak titeket a nem egyszerre, akkor úgy nem. zajlott, mint rég, vagy úgy zajlik, mint régen, egyszerre sok embert beraknak, és akkor, akkor a kettes monitoron viszem a kávét, nem tudom, ilyen mind, most tök mi teljesen mindegy ilyen, ilyen amit a há, a háttérbe hallasz, egy tömegbe, szó szerint tömegezés. Na, nektek lehetőségetek nyílt benne, mi, hogy éreztétek magatokat, milyen volt, neked Magdi, főleg, hogy te ennyire kihallatsz, hát Gergő neked meg, hogy nem is hallatsz De, vagyok. De Te visszahallgattad, Gergő, te hallottad nem, 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 kezdjük azzal, hogy én a magyar szinkront még nem is láttam. Oh. Tehát most nekem ez teljesen új, én még nem láttam magamat. Amúgy nagyon nem sokszor is fogad, nem különben benne, ismerősök csak csak a, a rajzfilmből kiindulva, a rajzfilmből kiindulva nagyon sokszor az ismerőseim sem ismerik fel a hangomat ahogy hívják be, tehát nagyon fülelni kell. A tojszoriban én sem uh, ismertném föl, ha nem tudnám, hogy te vagy. Uh, igen, tehát uh, volt volt egy-két ötjek. Uh, nagyon jó ez a tömegezős különben, én nagyon szerettem régen is, egyszer-egyszer volt lehetőségem, uh, és most is köszönöm Magdi, hogy meghívtál, mert ugye Magdi szervezte össze az egészet, és azért hálás vagyok. Uh, az, az itt is nem oda kell figyelni, mert emlék, de Magdi, azért én is követtem el Bakit a tömegedés mikor, <laughs> mikor, mikor kérte. Mondjad, hogy kértem a. és hogy gyorsan kijavított mindenki. Hogy ööö, ja, én nem arra gondoltam. Én egy másik. Kérlek. Másik bakidra gondoltam, amin azóta is nevetek, de. M Melyiken a... Én, én, én volt, a romulán, volt egy olyan. gondoltam. Ja, azt majd akkor mond elmondotta. Én meg elmondtam azt, hogy volt egy olyan jelenet, hát, amikor a sérültek kerültek ja, a igen. hajóra, és akkor ugye ke kellett egy rész, a tömegnek egy részének ja. sérültnek lenni, tehát nyögni, hogy ja. fáj, ja, ja, ja. Igen, igen. meg egy Olvos. része az orvos, hogy azonnal, mit tudom én, adjunk fél militer, nem tudom, tudod, és akkor így, tehát, hogy, hogy a, na, itt szétlettek osztaszemek, és akkor mi ugye folyamatosan mondtuk, mert hát mi voltunk hatan, tehát hogy így egymást azért mi nem hallottuk annyira jól, tehát mi csak mondtuk a magunkét. A rendező megfigyelte, ugye, hogy, hogy jól mondjuk el, vagy mi, mi hangzik el, és egyszer így felnevetett a rendező, és mondta, hogy ki volt az, aki azt mondta, hogy jaj, a derekam, és az a gergő volt. Azt mondta, hogy igen. na jó, ezt hagyjuk igen. ki. Egyébként emlékeztek, igen. hogy miket, miket kellett én nagyjából mondatotok benne? Én, én, kocsmába kértem, hogy hívják ott. Uh, most romulán sört kértem? Romulán sört ah, romu... ami... kért. vagy Nem. Valami, olyat kértél, ami... nem volt akkor még, igen. igen. Nem klingon vérbort. Nem, nem, klingon o... vérbort. Klingon vérbort. Klingon vérbort Igen, és az, és az, nem 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 is klingonok... az nincs. <laughs> nem az nincs. Vagy romulán? Nem, romulán kértem. Romulán sört kértem, szerintem. Valami durva piát kértem, aztán rám szólt Magdi, hogy hát azt mondja, hogy talán nem kéne így kérnem. <laughs> <laughs> De Magdi, neked a hídon is lehet hallani a hangod. Tudom, meg a, egyébként a bárban is hallottam a hangomat. Pont, pont a bárjelenetnél. 500 ezer magyar színésztel csináltam már interjút a karrierem folyamán, és tudom, hogy az a kérdést utálják a legjobban, amikor az van, hogy Léci, mondjál olyan hangon, vagy mondd el azt a mondatot, ami, ami be, ami, amit mondhatok, de tényleg idézzetek már fel valamit, Léci, itt a hallgatók kedvéért, hogy én egyet tudok. Na, Na erről felismerünk, Gergő. Igen. Ilyen halálhörgés. Igen, lehet, hogy hát, 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 ezért nem ismertem fel a Gergőt, mert mi nem, nem hallottam annyit halálhörögni. Tiltakozunk? Tiltakozunk, 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 Igen, például mi voltunk a tiltakozó tömeg az egyik bolygón ott, amikor tehát mi, mi, mi voltunk az elégedetlenkedő tömeg. Is. Meg, hát volt olyan, amikor, tehát nekünk sokszor kellett rögtönözni. Azért is volt az, hogy rajongókat szerveztünk össze, tehát hogy, hogy rajongók legyenek a háttérben. Volt olyan, amikor az rendező azt mondta, hogy na, ez a jelenet, és akkor mondjatok olyan mondatokat, ami ide illik. Főleg a hídas volt ilyen. Hát, hogy egy rögtön összünk. Úgyhogy volt olyan, amit most indul a hajó, és akkor mit tudom, én ilyeneket mondtunk, hogy jelentem, kapitány, nem tudom, a képernyőre, élesítsünk. Megfelelő a szerkezeti integritásunk, pajzs maximum. Viszont, viszont, viszont így, még egy, még egy legesleg utolsó kérdés, és a szinkronnal kapcsolatban, Magdi hozzád, hogy mi volt a legnehezebb, amivel szembesültél a, a Star Trek során a magyar szövegnek. Te tudod, hogy neki mi volt a legnehezebb azért? Bologatsz? Az, hogy Star trek legyen a szöveg. Tehát, mert ugye az a baja, ahogy hívják, akkor, ugye amikor a rajzfilmet is csináltuk, ugye arra kellett nagyon figyelni, hogy a szöveg nyelvezete, hogyha, mert ugye itt angolról fordítanak magyarra. És ugye itt azért egy mondat magyarba lehet, hogy hat oldalt, meg elmondod körmondatokban, meg úgy hangzik szépen, angol meg, és el, el letudja három szóval. És ugye ezt úgy megcsinálni a magát a, a, szöveget, hogy Star is legyen, magyaros is legyen, hogy mert ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Ezt a rajzfűnből tudom. De Egyébként Magdimos, én azt is csináltam. meg, ha nem. Azt is csináltam, hogy ugye a fordítóval együttműködtem, Uh, akit egyébként Laki Mihálynak hívnak, nem tudom, hogy a nevezett, de nagyon uh -huh. sok Igen. sorozatnak fordította a szövegét. És a legendás uh... dramaturgok közé tartozik ő, uh -huh. tehát a nagy, nagyok közé tartozik, aki, aki régen csinálja a szakmát. És, uh, és akkor uh, ugye ezt a Star Trek terminológiát, ezt, uh, ezt beszéltük meg vele, hogy, mi, uh -huh. hogy, hogy korábban hogy fordították. Sokszor egyébként volt olyan, ami, ami korábban le volt fordítva valahogy, és nem feltétlenül így fordította volna ő, de én, de mondtam, hogy, tehát, hogy maradjunk, maradjunk az eredeti fordításnál, mert a rajongók azt ismerik, és és ezt így például ebben az intró szövegében is, máshol va, volt a szünet az intróban, mint ahogy, a, ahogy mondjuk a Pikár kapitány mondta meg ilyesmi, de mondtam neki, hogy... De, 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 de hogy ez határ, erről a szóval Igen, már nem tudom, hogy hol volt, tehát hogy lett volna egy ilyen, ilyen, egy ilyen szünet, és mondta, hogy akkor ott hagyjunk ki valamit, és mondtam, hogy nem, az intro szövegéből nem, ne, ne, változtassunk semmit, és hogy megbeszéltük, hogy a színész majd megoldja, és meg is oldotta egyébként, hmm. tehát nagyon jól mondja fel az intrót. Úgyhogy voltak ilyenek, de én egyébként azt is csináltam, amikor valamiben bizonytalan voltam, akkor megkértem még rajongókat, például a farkas csabát, faragód évet, meg a tótlancit, hogy amikor, amikor mondtam, hogy én ezt így gondolom, hogy ez így lenne, és akkor akkor ők is rajongók, tehát hogy azért még bólincson még rá valaki rajtam kívül, hogy hogy, ne, tehát, hogy hogy ne csak én érezzem ezt a felelősséget, de nyilván azért, nyilván a, a, a többségében nekem kellett ezt ö, valahogy így megtrekkesíteni, de úgyhogy engem lehet szidni, hogyha valaki valami olyat lát benne, de én még felhívtam az eredeti szinkronfordítóját uh, szinkron fordítóját is, a német Attilával is jobban vagyunk, ő, ő fordította eredetileg ugye a, a, sorozatot, és akkor voltak olyanok, amiket meg vele egyeztettem, meg hogy ő miért így fordította, vagy mit fordított, és akkor vannak olyanok is benne, ami, ami az ő ő így fordított eredetileg, és akkor maradjon ez, ez, a fajta terminológia tovább. Én egyébként ezt nagyon sokra becsülöm a, a, ebben a stúdióban, aki, akik fordították ezt, vagy ezt a szinkront, hogy, hogy ebbe belementek, hogy, hogy legyen egy, egy, terminológia. Tehát ugye ez, ez, egy írtó fontos a rajongóknak, hogy a, hogy a terminológia megmaradjon, Ennél a sorozatnál, Igen. és és a, amikor a rendezővel beszéltünk, ő is ezt mondta. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen egy picit még így, tehát ugye a Star trek kapcsolatban fennmaradt ugye ez a dolog, hogy hogy volt már olyan, amikor újra kellett szinkronizálni egyszer egy Star Trek évadot, mert ugye a, a, rossz volt a szinkronja, és ezt így a szinkronos közegekben ezt, ezt, megmaradt ez a történet. De ti emlékeztek rá, amikor... de az On Vision a szín a hetedik a hetedik évadáról volt, szó, amikor Romániába kivitték szinkronizálni, és csak Nem, ezt a magyart beszélték benne. Igen, de hát, hogy, hogy, ez, hogy nekik is fontos volt, hogy, hogy a rajongóknak ez, ez jó legyen. Hogy, 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 és én ennek nagyon-nagyon örülök. Tehát, hogy, hogy, hogy így elismerik ezzel azt, hogy igen, ez, ez fontos része annak, hogy, hogy egy, egy világnak a, a, a terminológiája megmaradjon. Tehát én ez, 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 nekem ez ilyen szívemmel dolog. De ez nagyon fontos, különben mind a két, tehát ugye Star wars is benne vagyok, Star trek -ben is benne vagyok, és ugye pont ebből volt a legelső szink, amikor csináltuk a rajzfenet, hogy a, a, Attila ugye lazán ugye kiavította a phasert lézerre. Andrew <coughs> Dimica Attila ugye, aki a <coughs> Igen, a, így, a így, a, így, a lézer, úgy a lézer, ájjáj Attila, mondom, phaser. Jó, tehát a lézer az maradjon a Star Wars-nál, a fézer meg maradjon a Star trek Jó, tehát ez két különböző dolog. Hiába ugyanaz, sugárnyaláb, de attól függően ez két különböző dolog. És ezek nagyon fontosak. Természetesen Igen. nem elvitatva a stúdiónak, a magyar változaton dolgozó kollégáknak, színészeknek, dramaturgoknak, hangmérnököknek, bárkinek a, a, a munkáját és az eredményét. Tényleg egy fantasztikus szinkron lett, de azért ezt is tegyük hozzá, hogy a Sky Show Time-nak, a megrendelőnek is nagyon fontos volt ez, hogy hogy olyan Star Trek szinkron készüljön, ami méltó Star Trek szinkron, és én örülök, és köszönöm nektek, és köszönöm bár mindenkinek, aki, aki benne volt, hogy tényleg nem partikula ágyút kell hallgatnom, és mindenféle hülyességet, mint, a, mint a, a, a Enterprise második évadától fölfele, és nem tudom, görbületet és társait, ez fantasztikus, tényleg. Egyébként, ami, ami, ami nagyon fontos, és, én, és, és arra nagyon büszke vagyok, hogy a címe a sorozatnak. Nem akartam külön... szóba hozni, de akkor már szóba hoztad, akkor mindenképp ezt mesél Hát a különös is. új világok, ugye, uh -huh. az, nem így lett eredetileg fordítva, nem, nem ez volt a munka címe magyarul, és, és külön szóltam, hogy legyen ez az, a címe a sorozatnak, mert ugye ez benne van az intró szövegében ugye a Strange New Worlds, és ez különös új világoknak volt fordítva, és, és akkor mondta a fordító, hogy ezt beterjeszti a stúdió felé, és hát látjuk, hogy sikerült őket meggyőzni, és nagyon-nagyon boldog ja. vagyok, hogy ez így lett. Király, ne úgy össze úgy mint a Star wars mikor a Bad Batch lefagyották rossz osztagra, hallod, a falnak szaladok, hallod, de komolyan itt pattogok a szobába jobbra, bar, amikor meghalom, hogy rossz osztang, halad, Meg, hallod, meg egyébként is, meg örülök, hogy végre volt most valaki, aki, nem, aki ezt nem hagyta annyiba, és tudott erre állatással lenni, nem úgy, amikor részben ugyanez a média vállalat a Nickelodeonra elkészítette a Star Trek Prodigy szinkronját, ami Star Trek Protostar néven még a címet is megváltoztatták, szóval na hagyjuk, mert ez már egy másik téma, és hát műsorunk, kifutottunk már az időből, de de ezt tudnám még folytatni, és nagyon köszönöm a, nektek ezt a jó hangulatú beszélgetést. Aki esetleg nem látta a, a Star Trek különös új világokat, az már elérheti élete végéig ezer forintért a Sky Show Time-on, az első évadot szinkronosan, fantasztikus Magdi és a többi szakember munkája és Gergő, Gergő közreműködésével, jó, a derekam közön meghallgathatja, és ti is nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok az űrszekerek első adását és uh, hallgassátok azt, uh, azt mondtam, a Star Trek podcastjeinket, hallgassátok a Parallax és Univerzum podcastjeit, úgyhogy uh, nektek még egyszer köszönöm, hogy közreműködtetek ebbe a műsorba, ebbe a jó hangulatú beszélgetésbe, és a Star Trek, uh, különös új világok szinkronjában is, úgyhogy további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.